Quenta Silmarillion. A Silmarilok története. Első fejezet. Az idők kezdetéről. A bölcsek úgy tartják, hogy az első háború akkor kezdődött, amikor Árdát még nem formálták meg teljesen, s még semmi sem nőtt vagy járt a földön. S hosszú időn át Melkor volt a sikeresebb. Ám a háborúság kellős közepén egy hatalmas erejű és bátorságú szellem jött a Valák segítségére, mert hallotta a messzi mennyekben, hogy háborúdul a kis királyságban, s Árdát betöltötte a kacagása. Így jött Tulkasz, az erős, akinek a haragja, akár az erős szél, szétoszlatja a felhőket és a sötétséget. És Melkor menekült Tulkasz haragja és nevetése elől, és elhagyta Árdát. És hosszú időn át béke volt. És Tulkasz itt maradt, s Árda királyságának egyik valója lett. Ám Melkor a kinti sötétségben bolyongott, s attól fogva gyűlölte Tulkaszt. Akkor a Valák rendet teremtettek a tengereken, és földeken, és hegyeken. És Javanna végre elültette a magokat, amelyeket már régen kigondolt. És mivel a tüzeket kioltották, vagy az ősi hegyek alá temették, és szükség volt fényre, Javanna kérésére Aule két hatalmas lámpást kovácsolt a mindent körbe ölelő tengerek közepette, hogy bevilágítsák középföldét. Akkor Várda megtöltötte, és Manwë megszentelte a lámpásokat, s a Valák olyan hatalmas oszlopokra állították őket, amelyek magasabbak voltak a későbbi korok legnagyobb hegyeinél is. Az egyik lámpást középfölde északi részén állították föl, Illuin volt a neve, a másikat, az Ormált, délen. S a Valák lámpásának fénye bevilágította az egész földet, mintha állandóan nappal lett volna. És ekkor a Javanna vetette magok gyorsan kipattantak, és szárba szökkentek. És számtalan növény indult növekedésnek, nagyok és kicsik, mohák és füvek, és nagy páfrányok és fák, amelyeknek a koronája a felhőkig ért, akárha eleven hegyek volnának. Ám lábukat zöldes félhomályt akarta. S állatok jöttek elő, és lakoztak a füves mezőkön, vagy a folyókban meg a tavakban, míg mások az árnyos erdőkben tanyáztak. Ám nem nyílt még virág, nem dalolt még madár, mert ezek még eljövetelük idejét várták Javanna kebelében. S Javanna nagy bőséget álmodott, kivált a föld kellős közepére, ahol a két lámpás fénye találkozott, és egymásba olvadt. És ott, Almaren szigetén a nagy tó közepén volt a Valák első lakhelye, amikor még minden fiatal volt, s a frissen teremtett zöldet még teremtője is megcsodálta. S a Valák hosszú időn át elégedettek voltak. Úgy esett aztán, hogy amikor a Valák éppen pihentek munkáik után, s figyelték, hogyan növekszik és fejlődik mindaz, amit elkezdtek, Manwë nagy ünnepséget rendezett, s a Valák kíséretükkel mind megjelentek a parancsára. Ám Aule és Tulkasz fáradt volt, mivel Aule tudása és Tulkasz ereje szünet nélkül szolgálta a többi Valákat minden munkáik közben. És Melkor tudott mindenről, mert már akkor is voltak titkos barátai és kémei a Maják között, akiket sikerült megnyernie ügyének. És a kinti sötétségben gyűlölet töltötte el a szívét, mert irigyelte a többiek művét, s társait az alattvalóivá kívánta tenni. Ezért maga köré gyűjtötte elcsarnokaiból azokat a szellemeket, akiket megnyert a szolgálatára, s erősnek vélte magát. S elérkezettnek vélvén idejét, közelebb húzódott Árdához, s lenézett rá, s a föld tavaszának szépsége újabb gyűlölettel töltötte el. Így hát a Valák összegyűltek Almaren szigetén, s nem tartottak semmi rossztól, hiszen az Illuin fényétől nem látták a messzi éjszakon Melkor árnyékát. Pedig Melkor ekkor már olyan fekete volt, mint a semmi éjszakája. És úgy tartja az ének, hogy Árda tavaszának ezen az ünnepén vette hitveséül Tulkasz Nessát, Orome húgát, aki táncolt a Valák előtt Almaren zöld füvén. Aztán Tulkasz elaludt, hiszen fáradt és elégedett volt. S Melkor úgy érezte, hogy eljött az ő ideje. Ezért seregével átkelt az éjszaka falain, és középföldére jött a távoli éjszakon. És a Valák nem vették észre. Ekkor Melkor hatalmas erődítmény kezdett ásni, mélyen a föld alatt, sötét hegyek alatt, ahová az Illuin sugarai már csak hűvösen és halványan hatoltak el. Az erősség neve Utumnó volt. S bár a Valák még mit sem tudtak róla, Melkor gonossága és gyűlöletének penésze kiáramlott onnan, és elhervasztotta Árda tavaszát. A zöld növények fonnyadtak és rothadtak. A folyókat eltorlaszolta a nyálkás hínár. Bűzös és mérges mocsarak keletkeztek, ahol legyek tenyésztek. Az erdőkben nőttön nőtt a sötétség, a veszély és a félelem. És a szelíd állatok csupaszarv szörnyekké váltak,
s vérrel festették vörösre a földet. Ekkor a valák tudták már, hogy Melkor ismét munkálkodik, s keresni kezdték a búvóhelyét. Ám Melkor bízott Utunnó szilárdságában és szolgái erejében, s ő mérte az első csapást, amely készületlenül érte a valákat. Mert Melkor megostromolta az Illúint és az Ormált, ledöntötte oszlopaikat és összetörte a lámpásokat. És amikor a hatalmas oszlopok összedőltek, megtöredezett a föld, és kiöntöttek a tengerek. És a széttört lámpákból pusztító tűz áradt szét a földön. Árda eredeti formája, vizeinek és szárazföldjeinek szimmetriája akkor pusztult el, és soha többé nem állt helyre. Az űrzavarban és a sötétségben Melkor elmenekült, bár félelem fogta el, mert a tengerek bömbölését is túlharsogta Manwë hangja, a süvöltő szél, és a föld rengett Tulkasz lába alatt. Ám Melkor Utumnóba ért, mielőtt Tulkasz megfoghatta volna, s ott maradt rejtve. Akkor tehát a valák nem tudták legyőzni, mert erejük javát arra fordították, hogy megfékezzék a föld tomboló erőit, s mentsék munkáikból a menthetőt. Később pedig féltek megszaggatni a földet ismét, amíg nem tudták, hol fognak lakozni Ilúvatár gyermekei, akikről még a valák sem tudták, hogy mikor kell érkezniük. Így ért véget Árda tavasza. A valák lakhelye Almaren szigetén teljesen elpusztult, s nem volt hol lakozniuk a földön. Ezért elhagyták középföldét, és Amanba mentek, a legnyugati földre a világ határain belül. Mert Aman nyugati partjai a külső tengerre néznek, amit a tündék Ekkaljának neveznek, mert körbeöleli Árda királyságát. Csak a valák tudják, milyen széles ez a tenger, s mögötte az éjszaka falai húzódnak. Ám Aman keleti partján a Belegaer, a nagy nyugati tenger legvége volt. És minthogy Melkor visszatért középföldére, s még nem tudták legyőzni, a valák megerősítették lakhelyüket, s a tengerpartján megteremtették a Pelórit, Aman hegyeit, amelyek a legmagasabbak a földön. És a Pelóri hegyei közül is a legmagasabb csúcs tetején állt Manwë trónja. Tanikvetilnek hívják a tündék azt a szent hegyet, és Oiloszénak, Örökfehérnek, és Elerrinának, Csillagkoronásnak. Ám a sindák nyelvén később Amon Uilosz lett a neve. A Tanikvetil csúcsán álló csarnokból Manwë és Varda belátják az egész földet, még a legkeletibb csücskét is. A Pelóri falai mögött hozták létre a valák birodalmukat, amelyet Valinornak hívnak, s ott voltak házaik, kertjeik, tornyaik. Ezen a védett földön sok-sok fényt gyűjtöttek össze a valák, és mindazt a szépet, amit sikerült kimenteniük a pusztulásból. És még szebb új dolgokat teremtettek, és Valinor ragyogóbb lett, mint középfölde volt Árda tavaszának az idején, s áldott is volt, mert a halhatatlanok lakoztak ott. Így hát semmi sem romlott vagy pusztult. S nem volt hibája egyetlen virágnak vagy levélnek sem azon a földön, s nem fenyegetett ott betegség vagy pusztulás semmi élőt, mert maguk a kövek és a vizek is megszenteltettek. És amikor Valinor teljesen elkészült, s álltak már a valák csarnokai, túl a hegyeken, a síkság közepén megépítették városukat, a sokharangú Valmárt. Nyugati kapuja előtt zöld domb emelkedett, az Ezellohár, más néven Korollaire. És Javanna megszentelte, és sokáig ült ott a zöld pázsiton, s nagy erejű dalt dalolt, melybe beleszőtte minden gondolatát mindazokról a dolgokról, amelyek a földön növekedtek. Ám Nienna némán töprengett, s könnyével öntözte a dombot. Abban az időben a valák mind összegyűltek, hogy meghallgassák Javanna énekét, és némán ültek tanácskozó trónjukon a Máhanaxarban, a végzett gyűrűjében, Valmár aranykapuinak közelében. És Javanna kementári dalolt előttük, és ők nézték. És amint nézték, a dombon két gyönge facsemete kezdett növekedni. És csönd volt a világ fölött abban az órában. Javanna varázsénekét nem törte meg semminesz. S dalának hangjaitól a két fácska szépséges sudárrá növekedett, és virágba borult. Így született a világra Valinor két fája. Javanna minden művei közül őket övezi a legnagyobb tisztelet, s az óidők minden regéje róluk szól. Az egyiken a sötétzöld levelek alja ezüstösen ragyogott, s számtalan virágának mindegyikéből ezüst harmatfény permetezett alá, s odalent a földre foltokat festett leveleinek játéka. A másiknak halványzöldek voltak a levelei, akár a friss bükké, csillogó aranyszegéllyel. Sárga lánként lobogó virágainak izzó kelyhéből aranyeső záporozott a földre, s ennek a fának minden virága meleget és ragyogó fényt árasztott. Telperionnak nevezték az előbbit Valinorban, és Sziliponnak, és Ninkvelóténak, és még annyi másnak. A másik neve pedig Laurelin volt,
és Malinalda és Kulúrien és számtalan egyéb adalomban. 7 óra alatt bontakozott ki teljesen, s halványult el ismét mindkét faragyogása. Ám mindkettő megújult újra meg újra egy órával azelőtt, hogy a másik fénye kihunyt. Így hát Valinorban minden nap kétszer eljött a csöndes óra, amikor mindkét fa fénye haloványabb volt, s ezüst és aranysugaraik összevegyültek. Telperion volt a két fa idősebbike, s először ő növekedett teljessé és borult virágba. S az első órát, amelyben ő világított, az ezüstös hajnal fehér ragyogását a valák nem foglalták bele az órák történetébe, hanem a kezdő órának nevezték, s ettől az órától számították Valinori uralkodásukat. Ezért az első nap 6. órájában, s az azt követő örömteli napok mindegyikén, egészen addig, amíg Valinor homályba nem borult, Telperion megszűnt virágozni, s a 12. órában Laurelin virágai hervadtak el. És a valák minden egyes napja Amanban 12 órából állt, s a fények összeolvadásával zárult, amikor Laurelin halványodni, ám Telperion virágozni kezdett. Ám a fény, melyet a fák ontottak, soká eltartott, mielőtt beszívta volna a lég, vagy benyelte volna a föld. És Telperion harmatát, meg Laurelin esőjét Varda hatalmas hordókban fogta föl, s ezek, akár a ragyogó tavak, a víz és a fény forrásai voltak a valák egész országa számára. Így kezdődtek az áldott napok Valinorban, s így kezdődött az időszámítás is. Ám amikor közeledett az óra, amelyet Ilúvatar kijelölt az elsőszülöttek eljövetelére, középföldét hajnalpír borította, amelyet Varda alkotott régen elfeledett időkben, nagy munkálkodása során az Eán. És Melkor a sötétségben lakozott, és gyakran járt szabadon, az erő és a félelem alakját öltve magára, és fagyott, és tüzet szított a hegyek tetején, meg az alattuk rejtőző mély kemencékben. S bármi kegyetlen vagy erőszakos, vagy halálos volt abban az időben, annak ő volt az oka. A szépséges és áldott Valinorból a valák ritkán keltek át a hegyeken középföldére, ám gondoskodásuk és szeretetük övezte a Pelórin túli földet. És az áldott birodalom kellős közepén lakozott Aule, s ott munkálkodott sokáig. Mert neki volt a legnagyobb része mindabban, ami azon a földön létrejött, és számtalan szép és jó dolgot alkotott nyíltan is, titokban is. Tőle származik a tudás, a földnek és minden dolgainak ismerete. Azoké is, akik nem alkotnak, csak a megértést keresik. S azoké is, akik a két kezükkel dolgoznak. A takácsé, a fafaragóé, és azé, aki megmunkálja a fémeket. S a földművesé, meg az állattenyésztőé is. Bár az utóbbiak, akiknek növekvő és gyümölcshozó dolgokkal kell bánniuk, gondolniuk kell Aule társával, Javanna Kementárival is. Aule az, akit a Noldák barátjának neveznek, mert sokat tanultak tőle a későbbi időkben, s ők a legügyesebbek minden tündék közül. És a maguk módján, no meg Ilúvatar adta tudásuk szerint, maguk is sokat hozzátettek a tőle kapott tudáshoz, mert örömüket lelték a nyelvekben és írásokban. A hímzett, a rajzolt, meg a faragott ábrákban. A Noldák készítettek először ékszereket is, s minden ékszerek közül a legszebbek a szilmarilok, ám elvesztek. Ám Manwë Sulimo, a valák legnagyobbja és legszentebbje Aman határán ült trónján, s gondolatai sohasem hagyták el a kinti földet. Mert a trónja dicsőségesen állt a Taniquetil csúcsán, a világ legmagasabb hegyének tetején, a tengerpartján. Sólymok és sasok alakjában szellemek serege szárnyalt szerte csarnokaiból, s szemük belelátott a tengerek mélyébe, s a föld alatti rejtett barlangokba. Így hát hírt hoztak uruknak jószerivel mindenről, ami Ardán történt. Mégis rejtve maradt Ecsmás Manwë és Manwë szolgái elől. Mert ott, ahol Melkor lakozott sötét gondolataiba burkolózva, áthatolhatatlan volt a sötétség. Manwë nem gondol a maga dicsőségével, és nem félti a hatalmát, ám békét akar mindenkinek. A vanyákat kedvelte leginkább a tündék közül, s azok tőle kapták a dalt s a verset. Mert a vers Manwë öröme, s a szavak zenéje az ő muzsikája. A köntöse kék, és kék a szeme lángja is. És Zafir kezében a jogar, melyet a Noldák készítettek neki. S őt jelölte ki helytartójául Ilúvatar. Ő a valák és a tündék és az emberek királya a világon. Ő a legfőbb oltalom Melkor gonossága ellen. Manwëval lakozott Varda, a szépek szépe, akinek Sinda nyelven Elbereth a neve, a valák királynője, a csillagok alkotója. És szellemek nagy serege élt velük áldott békességben. Ulmó pedig egyedül volt, s nem lakozott Valinorban,
nem is jött ide, csupán nagy tanácskozásokra. Arda születésétől kezdve a kinti óceánban élt, s ott él most is. Onnan uralja minden vizek folyását és az apályt, a folyók útját és a források fakadását, a harmat párolgását, meg az eső patakzását minden földeken az ég alatt. A mélységes mélyben szülik gondolatai a hatalmas és félelmetes zenét. És ennek a muzsikának a visszhangja fut végig a világ erején bánatban és örömben. Mert örömteli a napfényben fakadó forrás, ám mérhetetlen bánatban gyökerezik a föld mélyén. A telerek sokat tanultak Ulmótól, ezért olyan bánatos és varázslatos a muzsikájuk. Vele jött Ardára Szálmár, aki Ulmó kürtjét készítette, amelynek hangját sohasem felejti, aki egyszer is hallotta. S vele jött Ossze és Újnen is, akiknek hatalmat adott a belső tengerek hullámai fölött, és még sok-sok szellem. Ulmó hatalmának köszönhető, hogy Melkor sötétségének idején az élet tovább folyt sok titkos teléren, s a föld nem halt meg. S mindazok előtt, akik elvesztek abban a sötétben, s messzire kerültek a valák fényétől, Ulmó füle nyitva volt. Sohasem hagyta el középföldét, s bármilyen pusztulás vagy változás történt is azóta, Ulmó nem szűnt meg gondolni vele, s nem is szűnik meg a világ végéig. És a sötétség idején Javanna sem hagyta el a kinti földet. Mert kedves volt neki minden, ami növekszik, és megsiratta mindazt, amit alkotott középföldén, s amit Melkor megrontott. Ezért gyakran elhagyja Aule házát és virágzó mezőit Valinorban, s eljön, hogy begyógyítsa a Melkor okozta sebeket. S valahányszor visszatér, háborúra sürgeti a valákat Melkor gonosz hatalma ellen, mert az összecsapásnak meg kell történnie még az elsőszülöttek elővetele előtt. És Orome, a barmok szelídítője is gyakran lovagolt a sötét erdők úttalan útjain. Hatalmas vadászként jött, lándzsával és íjjal. Pusztította Melkor királyságának szörnyeit és gonosz állatait, és fehér lova, a Nahár, ezüstként ragyogott a sötétben. És az alvóföld megremegett Nahár aranypatái alatt, és a világ pirkadatában Orome megfújta nagy kürtjét, a Valarómát, árdasíkságain. És a hegyek visszhangoztak, a gonosz árnyak menekültek, s maga Melkor is elcsüggett Utumnóban, megérezve az eljövendő haragot. Ám amint Orome ellovagolt, Melkor szolgái ismét összegyülekeztek, árnyék és aljasság töltötte meg a földet. Elmondatott tehát minden a földről és urairól az idők kezdetén, mielőtt a világ olyanná lett volna, amilyennek Ilúvatar gyermekei megismerték. Mert a tündék és az emberek Ilúvatar gyermekei. S minthogy az Ainuk nem teljesen értették a dallamot, amely a gyermekeket a muzsikába szőtte, egyikük sem mert semmit hozzátenni a maga elképzelése szerint. Éppen azért a valák inkább idősebb testvérei és vezetői a tündéknek és az embereknek, mintsem urai. S ha az Ainuk az embereknél meg a tündéknél erővel próbálkoztak, ha nem hallgattak a jó tanácsra, az ritkán vezetett jóra, még ha nemes volt is a szándék. Az Ainuknak valójában leginkább a tündékkel akadt dolga, mert azokat Ilúvatar hasonlatosabbá tette hozzájuk természetükben, ha kisebb hatalmat és termetet adott is nekik. Ugyanakkor az embereknek különös ajándékokat adott. Mert úgy mondják, a valák távozása után csönd volt, és Ilúvatar sokáig ült egyedül, és gondolkodott. Azután megszólalt. Nézzétek a szeretett földet, amely a Quendi és az Atani, a tündék és az emberek lakhelye lesz. Ám a tündék lesznek a legszebbek a föld minden teremtményei közül, s több szépet fognak birtokolni és teremteni, mint az összes többi gyermekeim. S nagyobb áldásban lesz részük ezen a világon. De az embereknek újfajta ajándékot adok. Ezért megparancsolta, hogy az emberek szíve ne találjon nyugalmat a világ határain belül, hanem hogy maguk alakítsák a sorsukat a világ erői és véletlenei közepette. Túl az Ainuk muzsikáján, amely minden más dolognak a sorsa. És cselekedeteik által teljesedjen ki a világ a legapróbb részletekig. Ám Ilúvatar tudta, hogy a világ hadakozó erői között élő emberek gyakran el fognak tévejedni, s nem fogják egyetértésben használni a tőle kapott ajándékokat. És azt mondta, a maguk idejében ők is meg fogják tudni, hogy minden, amit tesznek, végül az én munkám dicsőségét fogja öregbíteni. A tündék mégis gyakorta hiszik, hogy az emberek csupán Manwë bánatául szolgálnak, s Manwë ismeri a legjobban Ilúvatar gondolatait. Mert a tündék úgy vélik, hogy az emberek az Ainuk közül leginkább Melkorhoz hasonlatosak, habár Melkor mindig is félte és gyűlölte az embereket, még azokat is, akik a szolgálatában álltak.
A szabadság ajándékával együtt jár, hogy az emberek gyermekei csupán rövid időt töltenek elevenen a világon, s nincsenek a világ köreihez kötve, és hamarosan eltávoznak belőle. De hogy hová, azt a tündék nem tudják. Ugyanakkor a tündék a napok végezetéig maradnak, ezért a föld és az egész világ iránt érzett szeretetük egyedülállóbb és hevesebb is, s az idők múlásával egyre több bánat vegyül belé. Mert a tündék nem halnak meg, míg meg nem hal a világ. Ha csak meg nem ölik őket, vagy sírba nem viszi őket a bánat. Mert a halál e két nemének ők is ki vannak téve. S az idő nem csökkenti az erejüket sem, ha csak bele nem fárad valaki 10 000 évszázadba. S halálok után összegyűlnek Mandos csarnokaiban Valinorban, ahonnan idővel visszatérhetnek. Ám az emberek valóban meghalnak, és elhagyják a világot. Ezért nevezik őket vendégeknek, vagy idegeneknek. A halál a sorsuk, Ilúvatar ajándéka, amelyet az idők múltával még a hatalmasok is megirigyelnek. Ám Melkor rávetette az árnyékát. Megrontotta sötétséggel, és gonoszat teremtett a jóból, félelmet a reményből. S mégis, a valák réges-régen elmondták a tündéknek Valinorban, hogy az emberek részt fognak venni az Ainuk második muzsikájában. Míg Ilúvatar nem árulta el, hogy mi a szándéka a tündékkel a világ vége után, s ezt még Melkor sem tudta kideríteni.